van olyan férfi, akitől a szemmel verés szívesen vennék a hölgyek, az nem lehet más, mint a következő vendégem. Érkezzen a zavarbejtőn kékszemű Pál Dénes! Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek a műsorban. Rólad az a legenda van, hogy te vagy Magyarország legszebb szemű férfia. Ezzel milyen együtt élni? Hát felelősségteljes, mit mondjak, igen, de azért jobban ülök, hogyha a hangomat helyezik előtérbe. Hiszen ugye te nyerted meg a Voice című műsort, te voltál az év hangja. Így van. Azóta hogy látszott meg az életed egyébként? Hát mit nem mondjak, eléggé felgyorsult, tehát nem unatkozom azóta se, dolgozom, és hát megjelent az első önálló dalom, és hát remélem, hogy a dal cím ugye az, hogy Széltől is óvsz. Így van. Úgyhogy eddig úgy tűnik, hogy nagyon kedveli a közönség, és hát remélem, hogy még sok saját dal jön. Sok sikert kívánunk ez! Visszaélsz ezzel a hatalommal? Tehát olyat nyomadsz, hogy mondjuk lemész a közéletbe, és azt mondod a pultos csajnak, hogy... És ha nem érteni, akkor mondod, tudod, mire gondolok. Igen, ilyeneket szoktam csinálni. Nyomatod ezt? Persze, igen. Az általában beválik. Komolyan? De nem. Volt már olyan mondjuk, hogy valaki mondjuk egy könycsepedért akart adni 100.000 forintot, hogy ebbe könnyezzél bele, Dénes. Nem? Ez szinte minden nap most, igen. És te ilyen búgó hangon nyomod, ugye? Tehát neked ez a szexepillet, hogy ez a kicsikét mindent. Ez a kicsikét, igen. Igen. Hogy a koncerteken egyébként miből áll a repertoárat? Amikor elmész mondjuk fellépni, ott miket tolsz? Mert ugye nyilván ebből kevés ilyen dal van, aminek ez mind. Hát persze, de attól függetlenül, hogy ilyen a maga a hangkordozásom, mert függetlenül azért vannak ott magasságok, szóval azért elég széles repertoáron mozgok. Nyilván rengeteg rajongód van, és rengeteg rajongói levelet kapsz. Mi volt eddig a leglátványosabb közeledés, amit rajongótól elszenvedtél? Húha! Volt ilyen, hogy nézd a szemembe! Hát nem, általában levelekben vannak merészebb kérések. Igen? Menjek el, és én csak legyek ott a szobában, volt egy ilyen, hogy legyek én ott a szobában, ő takarít, ő megfőz, meg ő bármivel ellát, csak hogy legyek. De meg csak nézd! És énekelek a szobában. Úgyhogy ez egy érdekes elképzelés volt, de hát... A szoba közepén énekel? Igen, neki ennyi elég volt. Én vállaltam egyszer egy ilyen családi rendezvényt, baromi hülyén érzem magam, azóta csak olyan fellépést vállalok el, ahol nem kell levetnem a cipőmet. Nem azért, mert Lukas az okvív. Tehát a Dénes érteni fogja, hogy baromi furcsa, hogy bemész valahova, tudod, meghívnak, te vagy a sztárvendég, majd így lecipőzöl az előszobában, és így bemész zokniba, és elkezdett tolni, hogy nekem nem kell, hogy zokniba a krumplik meg ott vannak a szőnyegen. Arra gondoltam, hogy egy picit szélesíteném a fellépéseden a repertoárt, hogyha ezzel picit segíthetek, jó? Legyen egy közös produkció, mit szólsz hozzá, és jó. Akkor én picit bővíteném a Pál Dénes módjára előadható daloknak a táborát. Jó, elfogadod? Jó, abszolút. Már hozom is a mikrofonokat. Jó, akkor jön egy produkció, és akkor mostantól jönnek új dalok, amiket szintén nyomhatsz majd bulikon, rendezvényeken, oké? Okay? Jó, akkor ezt majd így fogom felkonferálni, hogy akkor ez tőled van. Így van, jó? Így van, sose szégyelt, hogy ismersz. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, előlem gondoltam egyetlen. Vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörök, ezt én nem szerelem. Száguldás, borság, szerelem, száguldás, borság, szerelem, száguldás. Ó, száguldás. Porsche szerelem, száguldás. Porsche szerelem, száguldás. Te jössz szem, tesó! Vágtok még tovább velem az ízben. SPS. Az álmok foltos indián lován. Egy karosszég lebeg a hinta széken, vagy nem tudom, mi a szövegem. Házam alatt, bölgy és vigovás. Van még egy dolog. I'm a Barbie girl, én a Barbie
world. Happy plastic, fantastic. I'm a Barbie boy in a Barbie world. Happy plastic, fantastic. This Indiana days we shared to bless me, SPS. Szemhéjai, rozsdák, szemfedő, Coco Jumbo. A tükrökön túl, fenn a fellegekben, SPS. Furuját elejti, egy angyal szárnyhíjó hűvölő. Hölgyeim és uraim, Pál Dénes! Köszönjük szépen! Egy nagy tarts Pál Dénesnek a klassz színpadán!